Sziasztok, ez a Do the VR. Kitettünk a Facebookon, igen. Hogy Q&A. Igen. Magyarul újra lehetünk kérdezni, mert már rég volt ilyen videó. Kíváncsiak vagyunk, hogy fel tudtok-e tenni olyan kérdést, ami még eddig soha nem volt. Így van. És nagyrészt nem. Tehát, így van. Tehát érdemes visszanézni az előző videóinkat is. Így van. Viszonylag több... Hú, bassz, ez azt megmondtam. Azt viszonylag sok Q&A-t csináltunk már, és egyik se 10 perces volt, hanem mindig ilyen egy órások. Igen. Örömmel látom, hogy annyian vagyunk, hogy így... Mindig vannak újabb. Mindig vannak új emberek. De nem baj, nem baj. Lesz olyan, amire újra válaszolunk egyébként. Igen. Hát, de az a biztos. Az rögződik. Tudod, mindent hétszer kell megtanulni. Igen, igen. És akkor rögződik. Na jó. Szóval, kezdjük az első kérdéssel. Ami igen, az, most hogy... egy másik metodot választottunk. Na mondjad. Hogy lájkolni lehetett ugye a... Igen, a top kommentek szerint megyünk így le. A minél több embert izgató kérdésekről. Nagyon érdekes, hogy mi az, ami a legtöbb embert izgat. Igen. Azt majd mindjárt kiderül, mert azt még így hirtelen nem látom, de így össze-vissza van. De nézzük az első kérdést, talán ez. Milyen sűrűn vagytok együtt, és milyen távol laktok egymástól? Igen, hát ezt már egy párszor azt hiszem elmondtuk. Igen. Nem tudom. Nem baj. Szóval milyen sűrűn vagyunk együtt? Hát, szem naponta. Nem. Van olyan időszak. Nem naponta, de... Végül is de. Hát végül is, hogy azt nézzük, hogy... De várjál, tehát fizikailag együtt, hivatalosan kétszer. Ezt nem folytat, baszd meg! Nem úgy! Ezt nem folytat! Amikor összejövünk videózni, igen. Ez egy jó... Az hivatalosan kétszer van egy héten, de egyébként többször szokott lenni. Hivatalosan kétszer van, általában szükség van még legalább egyre. Igen, hogyha valaki nézze a régi Q&A-ket, akkor még egyet mondtuk, most már kettő. Már igen, most már kettő van hetente, igen, de inkább három. De inkább három. Viszont úgy gyakorlatilag egész nap beszélgetik amúgy. Igen, Facebookon egész nap, telefonon, majdnem. Gyakorlatilag 0-24, igen. Ez van, na igen. És milyen távol lettek egymástól? Ezt mondtuk már, azt hiszem, hogy olyan 10-12 perc busszal. Gyalog egy olyan 45 perc. Bár arra még nem volt példa. Nem. És nem is lesz. Remélem nem. Igen. A 24 órás livestreamben Pisti mondta, hogy ha 48... Nem, ha meg lesz 500 ezer feliratkozó, akkor 48 órás live lesz, ez igaz? Igen. Igen. Na, hát akkor igen. Jó. Azt mondja, a következő kérdés, hogy mit szóltak a szüleitek, hogy videóztok, és ahhoz is, hogy népszerűek lettetek. Na, neked mit szóltak? A szüleim? Mit? Na, mondjad. Hát az, hogy videózunk, az nem sokat alapvetően. Az, hogy népszerűek lettünk, nehéz befogadni annak a generációnak, hogy ez mi. Uh-huh. Szerintem. Legalábbis eddig úgy tűnt. Hát tetszik nekik, hogy hülyeskedünk, és hogy sokan néztek minket, és hogy sokan szerettek minket. De az biztos, hogy egy jó időnek el kellett telnie ahhoz, hogy... Hogy úgy, igen. Hogy úgy lényegében felfogják, hogy ez nem csak egy... Ja, nálam ugyanez volt egyébként. Az elején, amikor elkezdtük, nem nagyon... foglalkoztatta őket, hogy most ez mi, de aztán ugye egyre jobban, meg utána most már néznek is minket. Tehát igen, egyébként. Elég ráálltak. Meg kellett egy kicsit komolyodjon az egész ahhoz, hogy ők is komolyabban vegyék. Igen, meg nagyon csodálkozok, amikor együtt elmegyünk a lov, és akkor így megállítom. Ja, igen, és akkor így találkozunk veletek, meg minden, és így... Igen. Na, jó. Azt mondja... Igen. Na, szóval. A következő kérdés, hogy mikor lesz room tour videó, mert hogy ígértük. Ezt tudjuk, hogy ígértük. De még mindig nincs 100%-ban kész ez a hely, ahol most vagyunk. Így van. És hogyha ez 100%-ban kész lesz, akkor megígértük nektek, csinálunk rumtúrt. Csinálunk rumtúrt. És bemutatjuk, hogy mivel dolgozunk, meg hogy szenvedünk. Igen. Így van. Részben. Igen. Melyik játék volt az, amiben idén a legnagyobbat csalódtatok? Idén? Ez egy nagyon jó kérdés. Ez nagyon. De többféleképpen mi lehet volt csalódni. Szar idén? Mi? Többféleképpen is lehet csalódni. Lehet sztoriban is csalódni, meg lehet például megvalósításban. Ja, ha! Érted, szóval szerintem nem is emlékszem, miért ki idén. De amúgy de emlékszem. Miben csalódtál? Nekem talán az egyik legnagyobb csalódás az Evolve volt egyébként. Az idén volt? Az idén volt. Mi ez tavaly volt? Nem tudom. Hát idén nem időm. Én idén játszottam vele. Idén. 2015. Február, igen. Az idén volt. Szóval talán az egyik. Azért volt nagy csal, igazad van. Mert nagyon vártuk, hogy úgy el fog terjedni, meg hogy mindenki ezzel fog játszani. Erről van szó, a játék jó. Igen, a grafika jó. Csak senki nem játszik vele. Ja. És a senki alatt úgy értem, hogy senki. Talán azt mondották, hogy túl drága volt. Annyira nem volt drága. De ahhoz képest, hogy csak egy sima multiplayer game. Semmi story, meg semmi zé. Igen. Igen, az csalódás volt. Mi volt még idén? Amilyen csalódás?
Mi van, mire mondtuk, hogy szar? Valamire nagyon azt mondtuk, hogy ez egy rakott szar. Hardline. Battlefield Hardline. Igen. Hardline. Hát az valami döbbenetes. De hát szerintem ezekről nem beszélünk, Call of Duty-ról sem beszéljünk szerintem. De COD nem volt. Ja, tényleg, az tavaly volt. Most már azért nincsenek arról rossz gémek. Nem. Na, jó, mindjárt menjünk tovább. Legyen az Evolve. Talán az Evolve, igen. Na, hát ez kurva sokan érdekli az embereket, hogy melyik? Kipróbáltuk-e részegen az Oculus Riftet? Nem. Azóta sem? Nem. De tényleg nem. Tehát nem tudom, nem. Jó, azt mondja... Ez egy érdekes kérdés egyébként. Igen? Ugye a környezetünk, a család, a barátnő nem szorult a háttérbe a sok videózás miatt, mert most minden nap van egy-két videó. Igen? Ja, ez egy jó kérdés. Kíváncsi, hogy mennyire fordult fel ezzel az életmóddal az életünk gyakorlatilag. Hát iszonyatosan. Nekem nagyon. Hát nekem is. Hát szerinted nekem nem. Nekem nagyon. Nekem is, tehát iszonyat. Hogy hogyan állnak a család, barátnő? Hát... Ez változó. Reméljük, hogy sosem tudjuk meg, hogy állnak vele. Igen. Egyébként azért ezt elmondhatjuk, hogy általában azért pozitívan állnak ez. Az eredményhez. Az eredményhez. De igen, a munka az igen. Igen, reméljük, hogy sosem tudjuk meg, mert ha egyszer megtudjuk, hogy állnak hozzá, akkor az annyi. Ott gondol. Így van. Viszont tényleg felfordult, tehát minden másképp van. Igen. Most, hogyha nem lenne YouTube csatornán, most mit csinálnánk? Ez nagyon fontos dolog. Ezt nem képzelem, mert franc. Majd max játszanánk. Hát igen. De az nem annyira jó. Ezért most kapunk majdnem mindegy. Hát érted, hogyha nem nyomnánk, játszanánk. Ez van. De amúgy rettenetes módon felfordult. Egyszerűen nem, tehát... Én, mert ez meg a másik, hogy ugye szoktunk kapni olyan kommentek, hogy takarodjunk dolgozni! Hát nagyon nem kell takarodni, mert megyünk egyébként. Megyünk. És hát gyakorlatilag a munkán kívül csak a munka van. Ez, ja. Hogy úgy mondjam. Munka és munka. Egyik munka, másik munka. Nekem nincs olyan nap, hogy ne nyissam meg a premiért. És ez elég nagy gond. Igen. Na jó, mehetünk tovább. Kiskorunkban mik szerettünk volna lenni? Ez mit egyszer lehet volna amúgy? Lehet, hogy volt, nem emlékszem. Jó, emlékszem. Tök jó lesz visszanézni, ezek olyanok, mint a pszichológiai tesztek, ahol visszatérnek a kérdések, tudod, hogy mindig másfajta választatsz. Mindig más veszünk. Szóval én kiskoromban, nagyon kiskoromban én nem nagyon gondolkoztam ilyenen. Engem mondjuk mindig is vonzott például az űrhajós téma, az nekem nagyon tetszett. De repülni is bírok, szóval annyira nagyon nem hiszem, hogy ez nekem menne. De mondjuk ez a része talán annyira nem döntés. Tehát ez nem olyan, hogy tudod, hogy ki az a suliból, akkor így hát na most akkor mi lesz? Űrhajós. Pék vagy űrhajós. Igen. Nem döntés, de amúgy, amikor így idősen lettem, én egyébként nagyon sokáig játék tervező akartam lenni. Mm-hmm. Játékfejlesztő. Igen, az egy nagyon érdekes téma. Én megmondom őszintén, nem emlékszem, hogy mi szerettem volna lenni kiskoromban. Engem sokáig érdekelt így a gyógyszerészet, orvos, cuccos témás. Tényleg sokáig érdekelt. Erről majd lehet egyszer mesélek. De... Nem. De rájöttem, mindegy, majd egyszer elmesélem. Majd beszéljünk, Pisti. Majd egyszer elmesélem, de a lényege az, hogy rájöttem, hogy nekem ahhoz nincs seggem. Ja, hát ez szopás. Tehát így nincs. Nem tudok annyit egyedbe ülni. Kivéve, ha játszok. Igen? Az új helyen csak a tech videók lesznek felvéve, vagy gameplayek is? Na látod, se gameplay, se tech videó, hanem ilyen. De lesznek tech videók is. Alapvetően ezt a vlogokhoz, tehát a dumálós részekhez és a VR showkhoz terveztük. Így van. Már tök régóta nem volt, és most sincs. És még ki tudja mi, de mondtuk nektek, ez a helyszín csak egy fal. És van még több is. Van több fal is, mivel ez egy szoba. Több helyszín, több lehetőség. Majd meglátjátok. Na, kérdezi valaki, hogy nem unjuk már, hogy a... Ja, nem unjuk már a Play-t, meg az OVS-t? Attól függ, hogy. Ez egy nagyon jó kérdés. Abból a szempontból egyáltalán nem unjuk, hogy van egy rendezvény, amin találkozhatunk veletek. Igen, az mindig jó. Olyan keretek között, amik tőlünk függetlenek, úgymond. Tehát elmegyünk oda, és tudjuk, hogy ott lesztek. Igen. És ti eljöztök oda, és tudjátok, hogy ott leszünk. És... Igen. És jó a kapcsolat, nem mondjuk azokat a programokat, amikor lehetőségünk van veletek úgymond nagyon volumenben beszélni, nem csak így, hanem hogy mit tudom, például a színpados az interjús témák, azokat abszolút nem mondjuk, mert az is a veletek való kapcsolatunkat építi, vagy mi. Pontosan. Viszont maga a Play-t, a rendezvénnyel
Azt tudnotok-e, hogy mi látunk. Általában nem látunk semmit szinte belőle. Igen. Tehát ez ezt úgy mondjuk. Ez biztos. Mivel, hogy veletek vagyunk végig. De programok szintjén pont ezért... Nem tudom. Az azt, hogyha megkérdezi tőlem valaki, hogy mit lehet csinálni Playten, én nem tudom. Én se tudom, de az, hogy OVS-en mit, azt meg főleg. Tehát azt meg egyáltalán nem tudom. Meg egyébként nem is voltunk ott az előzőn. Meg ja, egyen voltunk, végülis ott sem volt annyit. Nem tudjuk, ezt inkább ti mondjátok meg. Igen, én kíváncsi vagyok rá. A Playt az most egyébként most új helyszínre kerül. Igen. De ez már most egy remény, hogy lehet, hogy jobb lesz, mint eddig. Igen, új helyszínre kerül, az esport rész is no, az viszont lesz. Arra egy szavam nincs. Tehát amikor az ISL ott van a Playten, az ilyen. Az biztos, hogy király lesz, tehát ilyen rész, de mondom, tehát azért nem tudjuk azt mondani, hogy unjuk vagy nem unjuk, vagy hogy jó-e vagy nem jó, mert nagyon keveset látok vele. Mondjátok meg ti, szerintetek jó amúgy? Ja. Mert mi inkább rátok le. Hallgatunk, ja. És hogy mit lehet csinálni az OVS-en, arra is kíváncsi vagyok. Azt is mondjátok azt is írjátok le. Na, menjünk tovább. Érdekes kérdés az, hogy mennyi időt vesz el egyébként az egész. Tehát, hogy konkrétan... Ja, napi heti szinten. Hát, egy olyan... Egyébként az eléggé változó, szerintem. Attól függ, hogy milyen hetünk van, meg hogy milyen gameplay, meg hogy... Ilyen, van függ attól, milyen videó. Fajta. Függ attól, milyen fajta videó. Igen. Tehát a tech videók azok ilyen lényegesen több időt vesznek el, mint a gameplay. Így van, de a gameplayben is van, ami sokkal több időt vesz el, mint másfajta igen. Gameplay. Igen. Hát én azt tudom mondani, szerintem, hogy a napi 6, legalább 6-7 órát biztos. Mindegy, nem tudjuk, hogy beszélhetünk-e más videósok nevében, mert nem tudjuk, hogy ők hogyan szoktak vágni, vagy mennyit. Mm. Vagy hogy mennyit, tehát mennyit töltenek a felvétellel, vagy mennyit a cuccok importálása, exportálásával, rengeteg stb. Rengeteg idő. Sok. Tényleg, tehát effektív munka szerintem napi 6-7 óra, és hogy pluszban rájön az, hogy foglalkozunk veletek, tehát mit tudom, válaszolunk üzenetekre, meg ilyesmi, szóval így... Persze. Igen. Hát, kettő közül valaki szó. Igen. Na, igen. Jó. Van olyan dolog, amit nem sikerült még megcsinálni a csatornán? Öreg, rengeteg. Több olyan dolog van, amit nem sikerült megcsinálni, mint amit már megcsináltunk, nem? Szerintem... Igen, köszönjük szépen, hogy nagyon tetszett neked a live egyébként, nekünk is nagyon tetszett, amit nem tudtunk megcsinálni. Van olyan, amit már, ami már megvan? Hát és például ez a kamera. Ez egy nagy terv volt, ez a hely. A hely? Ez is nagy terv volt, és mindegyikre... A tekkes kameránk, a másik is. Szerintem mindegyikre több mint egy évet vártunk. Igen, tehát megdolgoztunk értük, de megvannak, és szépen haladunk, és tényleg sok minden van, amit még szeretnénk. Igen. Fejlesztésre, de mi folyamatosan fejlesztünk, srácok. Nincs megállás. Én megmondom őszintén, most nem akarunk senkinek se beszólni, vagy közbeszólni a magyar YouTube-osoknak, vagy ilyesmi, de én például nem bírom azt, aki így valaki leáll. Így a fejlődéssel. És nagyon sokan vannak így. Most például a minőségre. A minőségre? Igen. Tehát azt csomó, nagyon értem. Csomóan így mondjuk veszek egy DSLR kamerát, és akkor így ennyi. És így kész. Max. És így igen. Nyomják 5 évén keresztül akár. Ugyanúgy. Szerintem sokan. Igen, az viszont még gázabb, hogy azzal a DSLR kamerával is 4 megabitben renderelnek, hát, és az jó. Igen, mert Sony Vegas az alapján. Jó, most nem is a Sony Vegas, de mondjuk úgy érted, hogy mondjuk megáll a fejlődésben, hogy még annyit sem szár rá, hogy utána olvas, hogy jó. Igen, tehát hogy még legalább a felvételei jobbak legyenek. Jó, érted, hogy mit mondod? Tehát, nem azt mondom, hogy vegyen egy 500.000 forintos kamerát, mert nem. Persze nem. Hanem, hogy így... Valami, na mindegy, sokan vannak így szerintem, és ez elég gáz. Mindegy, nekünk megvan ez a dolog, hogy ti támogattok minket, és mi ezért folyton szeretnénk jobbak lenni nektek. Ez így van. Mert tudjuk, hogy szeretitek, mert amikor ilyen kis apró izé van, akkor azért mindig vannak kommentek, hogy ó, látom, vannak a jó. Ja, igen, ez egy nagyon jó kérdés. Láthatunk-e majd olyan videókból, amik nem kerültek fel? Például a montásban. Na, ez a gond, ezt meg kell veszünk, srácok. Szóval az a helyzet, hogy jelenleg, csak hogy tudjátok, mert még nem ment ki ugye ez a videónk, egy másik videó, amit még nem láttatok, egy olyan 6 terám van, ugye? A gépemben. Na hát ez most így általában mindig tele van. Tehát annyira sok fájl, meg olyan minőségű cuccokat dolgozunk, hogy így nem lenne kapacitásunk arra, hogy elmentegessük. Nagy helyet foglalnak ezek a videók, igen, az a lényeg. És nem lenne elég helyünk, hogy elmentegessük a nem sikerült videókat. Mondtás, tehát muszáj törölni. Pedig amúgy rohadt jó lenne, és ez kurva jó ötlet. Igen, csak sok nem sikerült videó, ami nem sikerül, az úgy felbasz, hogy csoda, hogy a csatorna megmaradt, nem hogy a videó. Igen. Megjön?
Ez nagyon jó. Igen. Egy érdekes kérdés. Igen. Mit gondoltok, ha a YouTube csatornátokra felkerülő videókon ezentúl az angol nyelvet használtok, több követőtök lenne, per esélyetek volna továbbra is sikeresnek maradni a magyar nézők körében? Tudom, hogy ti nem szúrnátok ki a követőkkel, de ha sikeres YouTube személyiség akar lenni, akkor jó terv volna a saját nyelvén felhúzni magának egy rajongó tábor, aztán megpróbál az angol nyelv. Ez jó terve valakinek. Igen. Először is, utána nyugodtan nyomd. Nyomjuk. Jól tudod, hogy nem szúrnánk ki a követőinkkel. Ez biztos. Tehát biztos, hogy nem basznánk ki úgy veletek, hogy most így switch, és akkor megbaszhatja mindenki. Nem, biztos, hogy nem szúrnánk ki. Azt, hogy több követőnk lenne... Szerintem kezdjük egyébként a legelején. Sokan nem tudjátok, mert ugye sok új nézőnk van, hogy mi angolul és magyarul kezdtük el a YouTube-ot. Igen, de... Ez mekkora epic. Epic, de akkor még nem gameplay. Akkor még nem gameplay, akkor még a tekkes vonalon csak a tekkes vonalat. És van is egy angol videónk, amit senki sem láthat. Így van. Nem azért, mert szarra, hanem azért, mert nem. Mert nem. Aztán rájöttünk arra, hogy annyira sok munka lenne angolul és magyarul megcsinálni a videókat, hogy esélytelen. Tehát örüljük, hogy a magyart elkezdjük. Így van, és ha már csinálunk, akkor már inkább magyar csinálunk, mert szerintem olyan témákról csinálunk techben videókat, illetve gameplayben olyan témákat dolgozunk fel, amit egyébként külföldön is, amit sokan szeretnének saját nyelven látni. Úgy gondoltuk, hogy igen. Nektek csinálunk videót. Mi a géperes fasz van? Ingben azik a Wi-Fi! A rohadt személy. Ugye nekünk is volt egy hold pontunk, amikor már elég sokan követtek minket, ott az Outlast-os gameplay-nek, amikor elkezdtünk gondolkozni, hogy nem lenne jó, hogy magyar angolul csinálni? Emlékszel, hogy beszéltük egyszer? Mm-hmm. És aztán már akkor, tehát arra nem tudom, 100 nézőre azt mondtuk, hogy hát nem. Mi magyarul? És azért magyarul folytattuk, viszont szerintem az, hogy valaki magyarul elkezd videózni, és lesz mondjuk 100 000 feliratkozója, és aztán átáll angolra, és nem csináltunk magyar tartalmat, szerintem az öngyilkosság. Az teljesen öngyilkosság. Mert szerintem a 100 000 követőből szerintem a 10%-a átmenne, talán az angolra, nagyjából. És nézni, és ennyi. Tehát így, meg a másik azért, én teljesen megérteném azt, hogyha egy néző személyes értésnek venni azt, hogy egyszer csak úgy vált nyelvet valaki, hogy meg sem kérdezi, hogy a nézői beszélnek. Na ez az. Mindegy, ez egy ilyen dolog. A másik az, hogy igen, öngyilkosság. Az, hogy milyen nyelven csinálja az ember a videót, már ha beszél más nyelven, az egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon komoly és fontos döntés, de azt a legelején kell meghozni. Pontosan, tehát ha valaki akar angolul nyomni videót, vagy terve van, akkor angolul kezdjen. Ennyi. Meddig szeretnétek folytatni a videózást? Ezt már múlt is kérdezték szerintem. Na mindegy. Meddig szeretnénk folytatni a videózást? Amíg lehet. Ameddig érdeklődtök. Amíg érdeklődtök, ameddig nézitek, ameddig tetszik nektek, addig csináljuk. Ja. Utána már nem csak értem. Melyik az a játék, amelyé több órát is képesek vagytok leülni és játszani, ha az időnk engedi? Hát a Counter-Strike. Nekem így az. Ezt mondtam többször az elmúlt jó pár hónapban, nekem most legutóbb a Mad Max volt. Igen. Azelőtt a Batman volt. Amit amúgy még most sem értek. Na. Mindenki mondja, hogy kibasztak, a PC-re nem jött ki, mert ugye a Steam-en nem volt kapható, meg majd nem sokára újra kapható lesz. Az meg csak én vettem meg, mikor megjelent. De amúgy lehetett venni a boltba. Tehát azokra nem gondolnak, akik megvették a dobozost. Nekik megvan. Meg. És az nekem megvan. Megy. Persze, és nekem megvan egész végig. Tehát én ezt nem értettem. Bocsánat, hogy most így beleszúrok ebbe, de ezt sosem értettem meg. Mindenki mondja, hogy nem lehet játszani vele, mert kibaszás, mikor jön már ki? Bazd meg, mikor jött ki? Márciusban jön, faszom, sem emlékszik már rá. Na mindegy. Az kötött le jobban idén. Sziasztok, Pista, egyszer azt mondtad, hogy fogsz csinálni egy retro játékok részt. Hogy mennyi esélyben erre, és mennyi vagyunk elhavazva. Elhavazva, kurvára el vagyunk. Viszont továbbra is nagyon szeretném. Majd lesz egyszer. Mert... mindegy. Van, sokan vagytok, akik ismeritek ezeket a retrojátékokat. De rengeteg vagytok, akik nem. Akik nem. És szerintem az, amit mi csinálunk, let's play, vagy tudja a franc mit. Játsz. Igazából. A kommentár kiválóan alkalmas arra szerintem, hogy egy retrojáték, ami első elnézésre gagyi vagy uncsi, nagyjából egy szintre jöjjön veletek, és hogyha arra azon gondolkoztam, hogy talán hogyha mondom, hogy mi a helyzet, meg mi van, akkor talán meglátjátok, hogy a régi gémek is kurvaszák voltak. Ja. Kérdezik, hogy hol tartunk éppen most, bőven meg kifejtve gyűlik már új támogatás, hogy micsoda?
Ja igen, hogy gyűlik annyi támogatás, hogy több időt tudjunk fektetni a csatornába. Hát azért nem. Nem. Még sajnos. Még azért nem. Még nem. Az nagyon-nagyon messze van szerintem, de igyekszünk. Igyekszünk. Meglátjuk, hogy ti is. Ó, ez egy érdekes kérdés Patriktól. Hogy az én kérdésem a tech csatornához szólna, van valami különösebb oka, indoka, hogy a különböző eszközök bemutatásánál nem mondtok árakat? Ez már ezerszer megbeszéltük. Végre bazd meg! Tudom, hogy ezerszer megbeszéltük, de hogy megint eljött ez a kérdés. Miért nem mondunk árat, Patrik? Mert ha jövőre nézed meg ezt a videót, nem annyi lesz. Pontosan így van. Ilyen rohadt egyszerű. Ennyire egyszerű. Tehát gyakorlatilag, ha mondok most egy árat arról, hogy egy vagy telefon... Vagy egy körülbelüli árat. Az egy telefon 200.000 forint, egy laptop 500.000 forint, az nem mond semmit. Pontosan. Semmit nem mond. Tehát sem a pozicionálás, semmihez nem fűződik. Általában már a címben is benne van a típus, illetve el is mondjuk a terméktípus. Google-be körülbelül azonnal, fél perc. Megyed meg, hogy ár, és azonnal meglátod, hogy a jelenlegi ára mennyibe kerül. De az a lényeg, hogyha januárban nézitek meg Google-on az árát, aztán majd júliusban, a kettő nem lesz ugyanaz. És hogyha árat mondunk a videóban, akkor az a videó csak abban a 2-3 hónapban lesz. Hiteles. Igen, vagy ennyi éppen mondjuk a dollár valami miatt változik egy napról a másik, akkor már másnap nem annyi. Úgyhogy ennyi. Azért így van, a másik része pedig, ez az egyik része, ami szerintem, amit mi gondolunk, a másik része pedig ugye nyilván mindig a trollkodás miatt van, mikor elmondod egy napról 500.000 forint, és valaki azt mondja, hogy a sandarkütyű.hu-n ott 470 amúgy. Igen. Ne bassátok át az embereket. Tehát ilyen jönnek a szürke importos árak, meg ki in Amerikában hallottam, milyen olcsó? Hallott két. Tudjuk, hogy tehát ezeket szeretnénk elkerülni ezzel. Úgyhogy, na mindegy. De ez az oka egyébként. És jogos, hogy megkérdezted, bár már válaszoltunk rá, de most még egyszer tisztázzuk. Igen. Milyen az életetek a The VR-on túl kevés? Itt ez megint imádom. Milyen programmal veszitek fel a videókat, meg az élő streamet mivel csináljátok? Válaszokat megköszönném. Na. Általában a felvételekhez, ezt is akadjára mondjuk, csak hogy tisztázzuk, mert ez mindig könnyű elmondani. Igen. Middle East Action-t használunk. Igen, srácok, fizetős a cucc. Csak mert valaki már most már download, tehát így nyomja is. Mindegyik az. Fizetős cucc. De mindegyik az. Igen, csak valaki meglepődik ezen. Láttam olyat, hogy ez drága. Hát, öregem, felveszi a videót. Na mindegy, mi azt használjuk? Action. Felveszi a videót. Hát de most, na, action. Használunk, igen. És viszont a streamet az Open Broadcasterrel csináljuk, ami nem fizetős. Ingyen, és egyébként azzal is felvételére is alkalmas, amennyiben megelégszetek azzal a minőséggel, amit csinálnak. Így van. Illetve a... ennyi. Várjuk már az új Assassin's Creed-et, Pisti? Igen, várjuk. Egyébként igen. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk mind a kettőnkről, hogy tudjuk, hogy az is egy mainstream fos lett, mint a legtöbb franchise mostanában. Szerintem mindannyian egyetértünk, hogy talán a kettő volt a legjobb. Uh-huh. Nem? De. És hogy azóta romlanak a részek, ugyanez van a Battlefield-el, a COD-dal, hogy folyamatosan az ilyen nagy franchise-oknál, ahol folyamatosan megjelenik valami, mindig ez történik, de valahogy nem tudom, stílusban te is végig szoktad játszani. Mindig, ja, valamiért igen. Sőt, beszéltük is Janival, hogy ugye tavaly csináltunk a Unity-ről a streamet, uh-huh. Amit ha most csinálnánk, akkor már jól menne. Igen. Hogy valószínűleg a csatornán is nyomni fogjuk. Ja, lesz belőle gameplay. Lesz, mert... úgy, mint a Metal Gear-ből egy kis bemutatás. Vagy valami, és ezek azért vannak főleg, mert mi mindig féltünk a mainstream játékoktól, de eddig mindig, amikor mutattunk, jól sült el, mert szeretnétek nézni. Ja. Úgyhogy már nyomjuk. Ennyi. Szerintetek annak az embernek van több esélye az életben, aki egyetemet végez, és nem biztos, hogy oda van a szakmáért, amit tanul, vagy aki otthon az internetről tanulja meg a cuccost? És nem biztos, hogy elég elismert lesz, hogy megéljen belőle. Ez egy nagyon, nagyon, nagyon komoly kérdés egyébként. Főleg most. Manában. Igen. Ez az... Hát ez nem is tudom, hogy menjünk ebbe bele. Ez nagyon... Szerintem ez attól függ, hogy az ember milyen pályát választ egyébként. Vannak olyan egyetemi szakok, meg olyan szakmák, amikhez szerintem elengedhetetlen az, hogy valaki elvégezzen az egyetemet.
Igen. Vannak olyanok. Vannak olyanok, viszont hogyha ebben teljesen igazad van, ez nagyon-nagyon szakmafüggő. Viszont hogyha globálisan nézed azt, hogy meg szeretnél élni. Igen. Jól. Igen. Gondolom ez így nagyjából sok mindenkiben felsejlett. És az a kérdésed, hogy akkor lesz-e több esélyed jól élni, vagy jól megélni, vagy ellenni, hogyha egyetemet végzel, vagy ha nem, így globálisan, nyilván szakmafüggő. Vannak olyan területei az életnek, mint hogyha el tudsz otthon sajátítani, akkor el lehet vele lenni. Ja. Például a nyelv. Ja, persze. Tehát, hogyha te megtanulsz magadnak baszottul angolul beszélni, vagy bármilyen másik nyelven, akkor le fogsz tudni nyelvvizsgázni. Több mint valószínű. Maximum elmész 3-4 órára magántanára az, aki elmondja, milyen fajta feladatok vannak. És ezt így megoldod magadnak. És a kurva jól beszélsz angolul, nézzetek szét, hogy hol dolgoznak az angoltanárok. Ja. Mindenféle multi van. Ez csak egy példa arra, hogy van-e olyan önszorgalmi folyamat, ami vezet eredményre. És szerintem az informatika, ez a terület az, amiben még ez egy nagyon fontos dolog. Tehát az otthon tanulás nélkül nem lehet. Így van. Sehogy. Tehát így van. Nulla. Így van. Ez a két terület egyébként szerintem nagyon érzékeny pontja az országnak, meg a világnak is nagyon sok esetben. Igen. Mert az embernek az fáj a legjobban, amit nem tud, és ezek olyan területek, amiket sokan nem tudnak. Igen, és itt a tudás számít, nem pedig az, hogy milyen, nem pedig az, hogy milyen papírod van. Persze, mondjuk egy szakmafüggő. Eleve vannak olyan állások, ahol egyszerűen kérik az egyetemi papírt. Igen, kérik az egyetemi papírt. Csavarjuk el úgy, hogy ne bántsuk se azt, aki egyetemre jár, se azt, aki nem. Az, hogy elismert legyél, és jól keres, ahhoz nem kell feltétlenül papír. Igen. És ezt most így általánosságban mondjuk, nyilván függ attól, hogy mit választasz, de nem lehetetlen az, hogy elismerik a munkádat és jól keres, akkor, hogyha nincs papírod. Pontosan. Vagy nincs egyetemi végzettséged. Erről egyet? Ezt jól megbeszéltük, igen. Mind Cinemán ott voltatok? Ami. Az micsoda? Én nem tudom. Igen? Fogalmas is fiam. A... Na, mondja. Nagy kérdés. Lesz-e Jani vs. Pisti FIFA? Hát mekkora? Utáljuk a focit mind a ketten. De hót komolyan. Úgyhogy szerintem ja. Most komolyan nyomjunk FIFA-t. Nyomjuk, azt tudom mi az! Mert tudom mi az, csak... Én Pisti, akkor ezt elmondom. Mi? A FIFA az érlejáték, ami olyan ideges tudok lenni, hogy szétbaszok mindent. Én eddig életemben szerintem 5-ször játszottam vele, de föltöz vágtam. Én utoljára 99-en játszottam, szerintem sem egy nyugodtaknak való játék. Szerintem ez nem is olyan rossz ötlet. Most komolyan FIFA-zom. FIFA-zom, Michael! Legyen egy ilyen VS. Ez olyan, mintha... Nem nézünk focit, nem játszunk focit, nem FIFA-zunk, de most lehet kéne. Úristen. Kiválja jobban a Fallout 4-et, Pisti vagy Jani? Pisti. Ezt már most megmondom. Én? Jessica az Antiodamból nagyon hasonlít a barátődne, Pisti. Micsoda? Most komoly. Nem is. Most azért, mert szőke. Ja. Csak azért nem hasonlít rá. Igen. Melyik végigjátszást gondoltál eddig a legjobbnak? A csatornánkon? A legjobb végigjátszás? Nekem most ez soma tetszik a legjobban egyébként. Tényleg? De a legjobb... De ez játéktól függ, basszus. Hogy lehet ezt így? Játéktól függ. Ilyen, az Outlast kurvára tetszett. Figyelj, elmondom én, utána meg elmondod te. Jó. Mármint úgy, hogy abból. Nyomja. Szerintem a legparább az Outlast volt. Igen. Szerintem a legnagyobb poén a Dead Rising volt. Ez biztos. És szerintem az egyik legjobban megcsinált az az Antiodon. Az Antiodon, igen. Mármint, mint a csatornán is. Szerintem nagyon jól nézett ki. Ott már tényleg nagyon figyeltünk arra, hogy ott elbontás, szinkelés, faszom tudja. Ja. Talán ez volt így nagyjából, de én sem tudom kiemelni a három közül, most melyik volt a legjobb. Ja. De, ne, igen, igazad. Akkor inkább az Until Dawn. Inkább az Until Dawn. Ez így tényleg olyan jól meg volt csinálva. Olyan kérdésem lenne, hogy egy high-end gaming PC építését igényesen, szépségesen videóra veszek, megvágok, stb. Akkor az lehetséges, hogy szerepeljen a csatornátokon, mint tech vendég videó? Nem. Nem. De szerintem ilyen sehol nincs. Mi volt az indok, ami miatt úgy döntöttünk, hogy a Rift és a technológia fog a csatorna középpontjában állni? Hát az, hogy mi is ezeket imádjuk, a technológiai cuccokat. Ja. Mindig is szerettük, a csatorna előtt is, kiskorunk óta. Így van. Azért. Gondolkoztatok azon, hogy milyen korosztály követ titeket? Ezt jobban kiemeljük, mi ezt látjuk.
Ezt lát. Vannak erről statisztikáink. Igen. Nem érzitek tehernek az ismertséget? Én még soha nem éreztem azt, hogy teher. Vannak olyan helyzetek, amikor nem feltétlenül jó, de én még mindig azt mondom, hogy még mindig úgy vagyunk vele, hogy én sokszor elfelejtem. Ja, én is. Azt hiszem, én is. Megyek ilyen helyeken, nem, és akkor így... Ja. De srácok, ez nem úgy van, hogy mi felkelünk reggel, és már így áll mind a kettőnknek, hogy én is basz meg, amúgy mennyire durva nyázgulni. Lemegyek a buszmegállóba így. Így, hogy... Na, mi van? Aki 10 másodpercet nem ismer fel, azt leköpöm. Igen, ne, ez nem így. Ilyen nincs. Nagyon sokszor elfelejtkezem az egészről, a mindennapi teendők miatt, stb. A meló miatt. Nagyon sokszor jól esik, hogy az utcán való meret szammogásomat megtöri valaki, aki azt mondja, hogy jaj, nagyon szeretem, amit csinálsz. Tehát ez tök jó. Igen. Vannak olyan helyzetek, amikor annyira morcosan cammog, hogy annyira nem örülök neki, de akkor se haragszom. De alapvetően nem teher. Az indulásodkor mi volt a cél? Hú, mi az, ami megvalósult ebből? Hát, szerintem szép apránként elérjük azt a minőséget, amit mi az indulásunkkor szerettünk volna, ami természetesen lehetetlen 2013-ban szerettünk volna nagyjából azt, amit most van. És mi volt még cél? Szerintem az, hogy az embereket szórakoztassuk, az is egy cél volt, és ez szerintem az bejött. Az sikerült, szerintem. Az úgy megy. Az sikerült. Na, ez, Mark. Igen, mi? Köszönjük a kérdést. Volt már, hogy valaki meleg párnak nézett titeket? Ti. Csak ti. De komolyan csak. Az egész életünk során csak ti. Tényleg, senki már. Ja, ez fura. Nem tudom miért. Igen, és csak ti néztetek minket testvérnek is. Tehát senki. Igen, már. Pedig... Nem is hasonlít. És akkor ez a legdurább, pedig ti tudjátok, hogy se tesók, se buzik nem vagyunk. Ti ennyi. Tudjátok. Ennyi. Mégis ti mondjátok. Nem tudom, nem értem. Ennyi, igen. Ha esetleg kijön az Until Dawn 2, ami amúgy jön, csak szólok, akkor egyből mentek megvenni, és már játszatok is, ja. Igen, rögt. Sőt, akkor fogjuk megvenni, amikor még nem lehet. Igen. Ez nagyon jó kérdés, Erik Nadobán, hogy mondod is, hogy lehet, nem itt kéne kérdezni, lehet, hogy nem. Most csináltunk a mechanikus billentyűzetekről a videót, és hogy egerekről lesz-e. Na, csináljunk. Szerintem lesz. Csináljunk. Várj, abból is van egy pár nekünk, amit egérből. Van. Szóval nem kell sok ahhoz, hogy megmutassuk optikai lézerszen. Van. Csinálunk egy egeres videót is, ha tetszett a billentyűzet. Igen, van egy furcsa kérdés, hogy ha fizetős lesz a YouTube, akkor ugye csak azokat a videósokat támogatja, akik ebben a rendszerben fognak videózni. A fizetős YouTube nem szeparálja a YouTube-osokat. Az fizet a YouTube-ért, aki nem akar reklámokat. Pontosan. Nem kötelező fizetni érte. Használhattak adblockot. És rajtunk semmit nem változtat. Semmit. Tehát gyakorlatilag, aki nem fog fizetni, úgymond, semmit nem fog észrevenni, hogy valami megváltozott volna. Így van, tehát ez annyi, hogy aki fizet, az adblock nélkül is... Tehát nem látja a reklámot. Reklámmentes lesz, illetve az adott csatornát támogatja, akinél úgy iratkozik fel. Ennyi. De mi ezt nem kérjük tőlemek? Nem. Abszolút nem. Okis. Na, szerintem nagyjából ennyi kérdés elég volt, nagyon sok mindenre válaszoltunk. Igyekeztünk, igen. Igen. Lesz még ilyen? Folytatjuk a kérdezfelelésre, csak nagyon nehéz mindig szűrni, hogy mi az, amivel az elmúlt 2 évre már válaszoltunk, vagy nem. Amikor leültük, azt beszéltük vissza, hogy legyen max 20 perc, úgyhogy szerintem ez nem jött össze. Úgyhogy köszönjük a kérdéseket. Ha tetszett nektek, akkor lájkoljátok a videót, illetve aki most lát minket először, az ne ez alapján ítéljen, hanem nézze meg egy másik videót és iratkozzon fel. De ez alapján is feliratkozhat. Nem? Ja. Na, jó van. Sziasztok! Oh, 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 oh